kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától. Amen. Meghajtott fejjel adjunk hálát Istennek, és kérjük el az ő áldását az eddig létünkre. Imádkozzunk. Mennyi édes Atyánk, megköszönünk teljes hálával minden olyan alkalmat, amikor találkozhatunk veled, és felismerjük a te jelenlétedet. Köszönjük, Urunk, a mögöttünk lévő hetet, hálásak vagyunk a megtartatásért, a gondviselésért, erőtlenségünkbe erőért, bátortalanságunkban bátorságért, betegségeink között a gyógyulásért, könyörgéseinkben az ima meghallgatásokért. Köszönjük, Urunk, hogy úgy lehetünk most előtted, amint vagyunk, kicsik és nagyok, gyermekek és a szülők, a nagyszülők, a pedagógusok. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy a te kegyelmedet szeretnéd közölni velünk. Add hát, hogy igaz, isteni tiszteletünk legyen most. Add ezt úgy, hogy adj nekünk nyitott szívet a te szavad, a te üzeneted előtt. Add, Urunk, hogy tudjunk rád is figyelni. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi alkalmunkat a te ígéddel, amelyeket a drága szent lelked éltet meg velünk, és személyessé tehet. Te tudunk, hogy melyikünknek mire van szüksége te tőled. Hadd tapasztaljuk meg, hogy könyörülő Isten vagy, aki az övéinek azt adja, ami javóra válik. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Az a szent ige, amelynek alapján most előttetek Isten üzenetét szeretném hirdetni, az ő lelkét segítségül hívva, írva található Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott első levelében, az utolsó fejezet 14. versében, egy nagyon rövid, de megszívlelendő igében, ami itt hangzik. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Eddig tart Istenünk írott igéje, megkérem a közösséget, hogy foglalják a helyet. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit ma a templomunkban, az Isten házában. Hálásak vagyunk a gyermekekért, a kis bölcsisekért, akik eljöttek, az ovisokért, az elsősökért, az első osztályból lépőkért. Köszöntjük szeretettel a szülőket, a nagyszülőket, és intézményeinknek az alkalmazottait, a Csillag óvoda és a Csillag bölcsőde munkatársai. Isten igéje mindig az elevenünkbe áll. Valahol ez az ige is, ami most elhangzott, amikor szinte az Isten parancsba adja, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Minden szónak járna egy-egy külön igehirdetés, de ez most nem annak az ideje. Úgyhogy csak röviden. Hogyha figyelemmel kísérték a testvérek az énekünknek a szövegét, ahogy énekeltük ezt a nagy éneket, az utolsó sor, amit énekeltünk, az így hangzott, hogy az Úr Jézusnak fáj, hogyha látja, hogy szeretni nem tudunk. Ezzel zárult ez az ének strófa, de az Isten tisztelet végén nem ilyen negatívval zárul majd, mert elénekeljük a harmadik verszakot is, hogy hogy van lehetőség arra, hogy tudunk szeretni. Az amerikai filmekben gyakran látni, hogy egy-egy reggeli induláskor, a reggeli után az iskolára, a munkahelyre futó, készülő családtagok ezzel köszönnek el egymástól, hogy szeretlek, és szuppan a puszi. De a film soha nem érik véget, mert általában a filmben ezután kezdődik a konfliktus.
témája legyen a filmnek, és ez a konfliktus általában bővül, és egyre jobban mélyül. Gyűrűzik szinte minden családtagunk az életében. Mert így van ez, és nem csak a filmekben, mert mondani, kimondani az még csak úgy megy, az még könnyű, de élni, megélni igazán, hogy szeretjük, hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Igyekszünk mi azért, már jól neveltek vagyunk, igyekszünk szeretni házastársként, férje feleséget, feleség a férjet, szülőként a gyermekeinket, pedagógusként a ránk bízott kicsiket, nevulókat, diákokat. De valahogy induláskor még ez megvan, de útközben úgy elcsordogál, elkopik, kilapad a mindennapok futásában, a mókuskerékben, úgy elfeledkezzünk az indulásnak az indulatáról. Az Isten igéje azt mondja, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Az első kérdés az, hogy milyen szeretetben, a másik kérdés pedig az, hogy honnan vegyük azt a szeretetet, ami elégséges minden dolgunkra, hogy a szeretettel csináljuk. A Szentírásnak az újszövetségi görög nyelve három szót használ a szeretetre, és általában ezt a jegyes oktatáson szoktuk megbeszélni a jegyesekkel, de azt hiszem jól fog most ez jönni nekünk, szülőként, gyermekként, pedagógusként, így a tanév kezdetén. Az első szó, amit a görög használ, az az erosz. Amit mi leszekítve használunk, erotikaként ismerünk, de az eredetiben nem csak azt jelenti, hanem az erosz az az ösztönös szeretet, amit az Isten belénk kódolt, amivel ösztönösen születünk. És ezzel az erosszal szereti nem csak a szerelmes a szerelmét, hanem ezzel az erosszal szereti a szülő a gyermekét, és a kisgyermek a játékát, a kis plüssmaciát. Mert ez arról szól, hogy jó nekem, hogy te vagy. Jó téged a karomba zárni, szeretem a közelségedet. Ez arról szól, hogy nekem jó, hogy te vagy. És a következő szó, amit használ a görög, az a filia, az ember szeretet, ami általában mi humánként szoktunk használni, latinul. Erre a humánokra nevelnek bennünket a szüleink. Ha aránylag jó háttérből jövünk, akkor sok humanista indulat lehet bennünk, hiszen a szülők, az óvónénik, az iskolába tanítónénik nevelik a gyermeket, hogy köszönj szépen, légy illedelmes, segíts a gyöngédnek, figyelj oda az idősebbre, tiszteld az idős. Ez az a szeretet, ez az a filia, ami arról szól, hogy jó nekünk együtt lenni, jó beszélgetni, jó barátkozni, vannak közös céljaink, közös elképzeléseink. Ez a szeretet arról szól, hogy jó nekünk együtt lenni. Csak az ösztönös szeretet, az erosz és a filia, a tanított szeretet, emberi szeretet. Az egyikkel születünk, a másikra nevelnek bennünket, és mivel emberi, ezért véges, és elmúlhat. A harmadik szeretet az agapé, amely szót használ a Pál apostol a korintusi levélben, amikor azt mondja, hogy minden dolgotok szeretetben, az az agapé, az az örök Istennek a szeretete. És mivel az örök Isten szeretet, ezért soha el nem múlik. És azt hiszem, hogy nem csak Adi mondja azt, hogy ezért minden önkínzás és ének szeretnék, hogyha szeretnének és lennék valakié, hanem ott van bennünk a vágy, ezután az elapadhatatlan, kifogyhatatlan, örök szeretet után. Isten így teremtett meg bennünket. Ez az a hiány, amit megélünk napról napra, amikor keserűek vagyunk, amikor szomorúak vagyunk, amikor elégedetlenek vagyunk.
Ez az az agapé, amiről az ige azt mondja, hogy soha el nem múlik, mert az Örök Isten szeretete. És a hívő embernek ettől van többje, hogy fohászkodni tud, hogy könyörögni tud. Csak egy mondattal el tudja kérni az Örök Istentől ezt a szeretetet, ami nem múlik el, ami nem körülményfüggő, nem érzelemfüggő, nem attól függ, hogy milyen az indulatunk, vagy ballával keltünk-e föl. Ez az a szeretet, ami soha el nem múlik. És ez a szeretet tudja kipótolni azt, ami hiányzik belőlünk, amikor csökken az erosz, vagy amikor elapad a filia. Mert ha elapad az erosz, a kardontartó, megölelős, simogató szeretet, akkor kihűlünk, kihűl a szívünk. És hogyha elapad a filia, a beszélgetés, beszélgetős, mellékülős, együtt gondolkodós szeretet, akkor elhívunk. És azt hiszem, hogy a simogatásra, a karbantartásra, az ölelésre, a jó szóra, az odafigyelésre mindannyiunknak szükségünk van. És ami elmúló, azt a Isten kipótolja, ha mi imádságban kérjük tőle. Imádkozzunk, könyörögjünk, fohászkodjunk, hogyha valaminek hiányával érezzük magunkat, és az Isten adni fogja. Hiszen az ige azt mondja, kérjetek és adatik nektek. Szüksége van erre a férjemnek, szüksége van a feleségemnek, szüksége van a szüleimnek, szüksége van a gyermekemnek, szüksége van erre az óvónéninek, a pedagógusnak, a szülő részéről, és megéri, hogy a gyermekektől meg is kapják. Legyen időnk, legyen alkalmunk elkérni Istentől ezt a szeretetet. És az ige azt mondja, hogy nem csak a kezdetre elég az ilyen szeretet, nem csak az indulásra, nem csak a reggeli szeretetre, hanem az ige azt mondja, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ezzel a szeretettel lehet végigcsinálni. Ezzel a szeretettel lehet megőrizni kapcsolatainkat, a szeretetünket, a gyermekeink, a szüleink iránt érzett szeretetünket. És ez az a szeretet, ami végigvisz bennünket ezen a földi úton, és Jézus Krisztus által még az örök életbe is bemel bennünket. Tanuljunk meg imádkozni, csak egy mondatba elkérni, fohászkodni, mert így jó nekünk, így jó a gyermekeinknek, így jó a házastársunknak, így jó a ránk bízottaknak, és így jó a pedagógusnak is. Gyertek, most ezért imádkozzunk. Áldunk Istenünk azért a kegyelemért, hogy körbe bástyázod az életünket, és azt nekünk mindenféle magunkat, hogy ezt a földi utat könnyebben megjárhatjuk. Áldunk Urunk a szónak az ajándékáját, hogy megszólíthatjuk a másikat, és áldunk Urunk, hogyha ismerjük a szónak az erejét, hogy lehet vele felemelni, vigasztalni, bátorítani, de lehet vele sebet is okozni. Bocsásd ezt meg nekem. Áldunk meg, édesatyám, a hitnek a drága ajándékáját, hogy mi Jézus Krisztusban megismerhetünk téged. Abban az Úr Jézus Krisztusban, akinek érdeméért nem a méltatlan voltunkra tekintesz, hanem úgy lehetünk előtted alkalomról alkalomra, ahogy vagyunk. És köszönjük, mennyei édesatyám, a szeretetnek az ajándékát. Köszönjük, hogy ösztönösen belénk módoltad, hogy így lehetünk anyánká és apánká. És köszönjük, Urunk, hogy adtad nekünk a beszélgetős, baráti, testvéri szeretetet. Áldunk azokért az emberekért, akikkel egy célunk van és egyfelé nézünk. Így köszönjük meg, Urunk, neked a közösségeinket, a gyülekezetet.
S meg, édesatyánk, áldunk és magasztalunk a minden emberi léges fölülíró örök szeretetért, amit állatban. Tanítsd meg minket imádkozni érte. Hadd nyíljon a csatorna, hadd áldozjon a kegyelmed és a szereteted. Nem csak a kezdéskor, hanem úgy végig kitartson, amíg rövidebb és hosszabb útjaink vannak idelent. Könyörgünk, Urunk, ezért a tanévért, nem tudjuk, mit hoz, nem tudjuk, hogy hogyan kell majd csinálni, de hiszik, Urunk, hogy könyörületes Isten vagy, és a vezetést, a bölcsességet is megadod. Hálát adok, Urunk, a gyermekekért, megköszönjük, Urunk, neked a csillagóvodát, a csillagbölcsődét, a kicsi gyermekeket, megköszönjük, Urunk, a szülő bizalmát, amelyen rám bízzák ezeket a kicsiket. És köszönjük Istenünk a kis elsőseinket, akiknek az életében úgy kezdődött el. Adjunk pedagógusnak odafigyelést, szülőnek türelmet, és kérjük, Urunk, hogy a Te áldásod maradjon kicsivel és nagyjal egyaránt. Könyörgünk, Urunk, a betegeinkért, a testileg, lelkileg szenvedőkért. Könyörgünk, Urunk, a kórházi ágyon lévőkért. Könyörülj rajtuk, gyógyítsd, erősítsd, bátorítsd őket a Te kegyelmeddel. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A testvérek előtt az adakozás lehetőségét hirdetem, ne felejtjük az ige szavai, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezek után hajtsuk meg a fejünket, és fogadjuk Istennek áldását. Istennek népe, áldjon meg benneteket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és adjon nektek békességet a Krisztusért. Amen. A 395. dicséretünknek a harmadik versét fogjuk énekelni. A 395. dicséretünknek a harmadik verse így kezdődik. Neveljük minket egyességre, és kívánunk mindenkinek áldott szép napot, szép vasárnapot, áldás békességet.